Hatalmas nagy szeretettel köszöntelek benneteket a Rockstar Life szimulátorban. Hogo Games. És ami a legszebb az egészben, hogy van Twitch integráció, aminek köszönhetően tudtok szavazni, hogy az adott produkció, amit én nyújtok, az... hát, hogy milyen. Ja, Istenem. Ez most jó? Connected? Jó. Remélem, hogy működik. Na, figyeljetek. Hát, bár eleve ez a menü. Hát, hogy ez micsoda? Vagy mi történik itt? Jó van, azért menjünk be a settingsbe, nézzük meg, hogy mi a helyzet. Most ebbe az egészbe az a szép, hogy ezek nem módosíthatók. Tehát majd elviseljük a játékot, a beállításokat, nem fog minket korlátozni abban, hogy ördögi tervünket sikerüljön kivitelezni. Csapjunk bele a lecsóba. Félve nyomok rá. Hát egyből karakterkészítéssel kell kezdenünk itt ezt a tevékenységet. A zene így hirtelen eltűnt, nagyon nagy kár érte. Hát valami Lajost kéne megkreálnunk, nem? Tehát mondjuk egy te basszeros Lajos. Oké. Okay. Hüha, nagyon-nagyon fontos. Nagyon-nagyon fontos. Aha. Hát ezek, igen, ezek elképesztő paraméterek, ugyebár. Aha. Aha. Tehát... Ahogy látom, ez sokat nem oszt és nem szoroz. Az arcunkon kellene valamit állítani, hogy hát ez se számít olyan retteltesen sokat, ahogy látom. Tehát megpróbálnék valami írtozatosan balta arcot, vagy várjál? Úgy. Egy ilyen kimondottan tulok pofát összehozni ebből, hogy nem lehetne az, hogy így a szája tátva van? Tehát, hogy azt nem értem, hogy így a karakterkészítésnek valójában mi értelme van, hogy abszolút nem néz ki. Na legalább itt egy kicsit lehet alakítani. Aha. Hát rosszabbnál rosszabb variációk, azt hiszem. Ez az. Azt hiszem, hogy megérkeztünk. Megérkeztünk, szuper. Hát legyen már egy fekete zenekaros póló, nem? De nincsen zenekaros póló. Hát a cipő az azt hiszem, hogy jó is lesz, mondjuk úgy kb. Így. Mi? Az a ria? Azt mondjátok, hogy... Hát de... Jó lesz. De miért lehet izé hosszabb a haja? Várjál, hogy ennél hosszabb? Mi ilyen? Ilyen? Hát ez úgy néz ki, mint Jared Leto. Hát, egy az egybe Jared Leto. Hát... Hát de nem cipő helyett bakancs? Hát, jó lesz az a haj, amit én ott megálmodtam. Ez maga lesz a csoda. Hol is volt a pipő? Hol volt a cipő? Ja, itt a ruházat, igen. Mi van bakancs? De nincsen bakancs. Tehát ez csak és kizárólag a tornacipő játszik. Oké. Okay. Jó, hát nem gondolták agyon a kérdést, de gyönyörű szép kék szememmel fogom a lányokat az ágyamba csábítani. Ez a tervem. Ez a tervem. A többit meg majd meglátjuk. Micsoda rúzs? Hát túlzásokba azért ne essünk, hám haló. Ja, hogy itt... Jó, oké. Ez kár volt kihagyni, ezt mindenképpen így fogjuk beállítani. Nagyon jó. Azaz.
Hát tulajdonképpen bármelyiket választom, csodálatos. És még az orromon is tudok állítani, úgyhogy jó. Igen. Na most a jó. Ez az. Szerintem megérkeztünk oda, ahova meg kellett. Én elkezdem. És most jön a lényeg. Most jön a lényeg, kapaszkodjatok, mert nem csak ezek a lehetőségek állnak rendelkezésünkre, hanem itt lehet feltölteni. Hát biztos lehet, Nevro. Hát mit? Meglátjuk majd. Meglátjuk majd. Én készültem, tehát először is az éhes apácák, nem, bocsánat, éhező apácák rock együttest fogom amúgy megalapítani. Így fognak hívni minket, és készültem megfelelő képek. Ezen a képen például kiválóan lehet látni, hogy ez az apáca mennyire is éhezik, és az éhségét egy nagyon lelkes úri ember próbálja csillapítani, hát nem éppen megfelelő módszerekkel. Ez se lenne rossz, de mégiscsak talán én ezt a képet választanám, ez kevésbé riasztó. Hát szuper, igen. Igen, de voltak olyanok közötte, amik nem voltak megfelelőek, tehát így a stream szempontjából, úgyhogy az együttesünk neve Éhező Apácák lesz, és kezdjünk bele. Milyen lehetőségeket tartogat számunkra a Rockstar Life Simulator? Hát... először is nézzük meg a naplót. Ó, micsoda nagy nap! Jó. Ezt én úgy gondolom, hogy magunkévá tettük, tudjuk, hogy miről van szó, viszont fölvetődik a kérdés, hogy mit csináljunk, mert rettentő módon kellene nekünk WC-re menni. Tehát ez látszik szerintem. Hát ugye reggel van, ébredés után... Hoppá, és tessék, egy egyes karizmát kölcsönöz számunkra ez a viselet. Jó. Más egyéb nincsen. Szerintem rendben vagyunk. Vagy ezt most fölvettem, vagy nem vettem föl? Vagy mi a helyzet? Ja, fölvettem. Jó, oké. A grafika, az mondom, az elképesztő. Most próbáljunk meg diszkomfort érzésünkön, hogy mondjam, csökkenteni némileg. Várjál, de nem is mehetünk el egyből WC-re, meg kell vizsgálni a gitárokat. Aha. Jó. Tehát, hogy nincs is gitárunk tulajdonképpen, vagy ez a gitár a miénk? Ez most egy létező gitár, vagy csak egy... Hát ez egy létező gitár. Jó. Azt mondja, hagyd el a szobát, és nézd meg a mosdót. Itt a mosdó. Tehát a P gombbal kell csökkenteni diszkomfort érzésünkön. Ajaj. Na. Hát végül is, igen. Végül is próbálkozásainkat némileg siker koronázta. Én azt gondolom, hogy vegyünk most ezután egy fürdőt, de nagyon gyorsan, mert... És mindez ruhába, tehát nem szórakozni jöttünk. Kezet mosni lehet... Ja, de nem teszi oda a kezét. Oda teszi a kezét? Nem. Nem látjuk. Nem baj. Oké, és nyomjuk meg a tab gombot, és megnézzük azt, hogy... telefon, és a progressionbe kellene bemenni, legalábbis ezt írja a játék. Azt mondja, hogy itt van némi tutoriál arról, hogy igen, jó. Tehát utcai zenészek vagyunk, ez itt az együttesünk. Ja nem, ő van benne az együttesünkben, ugye? Gondolom én. Igen. Hát még nem nagyon látjátok, de majd mindjárt látjátok. Itt vannak mindenféle dolgok.
a popularity az egyes, hogy mennyire szeretnek minket, a közönség mennyire szeret minket, egyes, a barátság egyes, a karizma viszont már ötös. Ez azért sokat elárul hősünkről, főleg ezzel az ábrázattal, tehát mint egyfajta neandervölgyi ember, körülbelül így értékelném a dolgot. Jó, megnéztük, és az lenne itt most a feladat, hogy az első számot meg kellene írni. Lover a státuszom. Hát mi más, ugye? Jó, és itt az a feladat, hogy D-vel, D-t kell a megfelelő időben megnyomni. Hát jó, írjuk meg az első számunkat. Hát ez slágergyanús. Ez határozottan slágergyanús. Jaj, majdnem. De ez még csak a bevezető, tehát ez még csak a biztató kezdet, figyeljetek. Hát ez egy nagy sláger lesz ebből. Mi legyen a számunknak a címe? Ez egy fontos kérdés, hogy az első sláger, amivel debütálni fogunk, mi legyen a címe? Engedjétek szabadjára a kreativitásotokat, és mondjátok azt meg, hogy vajon milyen névre, vagy milyen címre hallgasson. Kecske kergetők, apáca apácban. Ez olyan, hát ez a Z-kategóriás vígjátékokra emlékeztet. Talán volt is ilyen című. Ez az... Ada című szám. Hát, igen. Vágyak árnyékában. Nagyon jó. Ez például határozottan jó. Vágyak árnyékában érhető el a mob denzitás. Hát de nem, hát nem lehet ilyen hosszú. Nem lehet ilyen hosszú egy számcíme, nem tudják megjegyezni majd. Ugye az előbb beszélgettünk arról, hogy egyszerűbbek lettek a slágerek, hát valami rövidebbet. Micsoda? Ágyak ványéka? Mi van? Hát szuper, azért ennél valami szofisztikáltabbra lenne szükségünk, amennyiben lehetséges, please. Próbáljuk meg kevésbé vulgáris. Most be kell törni a nagy piacra, nem lehet ilyen vulgáris jelleggel. Vagyon. Nem fér ki, pedig ez nagyon tetszik. Ez nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Ez se fog kiférni, JK. Ez se fog kiférni. Ez jó lesz. Tehát az éhező apácák az Egyél, amíg lehet című számot fogják előadni elsősorban. Írjunk még egyet? Vagy kell még egyet? Jó, akkor ezek szerint lehet, hogy kell még egyet. Akkor írunk még egyet. De hogy? Ja, hogy vannak requirement. Tehát akkor nem lehet még egyet írni. Jó. Arra kér a játék minket, hogy küldjünk egy SMS-t a barátunknak, hogy együtt adjunk elő. Nocsak. Ezt gondolom itt kell megtenni a Messengerbe. Riki lesz az, akivel... Hát azonnali jelleggel egy koncertet rittyentsünk méghozzá a főtéren. Micsoda ötlet, mondja Riki. Találkozzunk. Jó, oké, oda megyek, és elvileg ott van a mapon. Jó, hát akkor rendben van. Én készen állok. Na várj, jó? És akkor el kéne hagyni itt
ezt az ólat gyakorlatilag, vagy hát a lakásomat, vagy nem tudom, hogy hogy hívjuk ezt. És megérkeztünk. Nagyon furcsa környéken lakunk, ahogy látom. Furcsa, nagyon furcsa emberek... nagyon furcsa dolgokat csinálnak, és ahogy látom, éhes is vagyok, úristen. Gyorsan, gyorsan vegyünk valami kaját, hogy ne dögöljünk éhen. Oké? Okay. És még gyorsan, mielőtt elindulunk koncertezni, pössencsünk már egyet, mert nehogy alkotás közben érjen minket a probléma. Hát Jani, Jani, azért ne túlozzunk. Nagyon furcsa emberek lakják itt ezt a környéket. Jézusom. Hulkster. Hát szervusz. Hát nem tudom, lábnap, az kimaradt, igen. Itt nocsak! Hát itt kezdem azt gondolni, hogy ezen a környéken örömhölgyek tanyáznak. És meg kéne idézni az autónkat. A Yukar appon keresztül lehet amúgy, azt mondja, Sparrow. Hát én ezt most megidéztem. És menjél a kocsithoz, de hol van az én kocsim amúgy? Ez itt egy garázs, vagy micsoda? Hát Gábor, én már próbálkoztam először, amikor ilyen tevékenységet folytattam, kezet mosni, de akkor se dugta oda a kezét, akkor meg minek folyassam a drága vizet, ugyebár... Ja, ott mutatja a piros pin, akkor ez lesz. Ó, és nézz oda, a névre szóló rendszámtábla. Hát az... Ez egy golf. Igen, én is azt gondolom, hogy ez egy golf. Mi, nitro? Na ne. Srácok, van nitro az autóban. És megy. Várjál, vigye, kihúzatom itt, és megy a nitro. Hova kell menni, Jézusom? Nem működik a nitro. Nem működik. Kiírja, de nincsen. Tehát konkrétan nem működik. Hiába nyomom. Vagy meg kell várni, míg beüt, vagy micsoda? Minden Need for Speed-be még annak idején? Aha. Hát itt az elvtársak ráépítettek amúgy az útra sajnos, úgyhogy itt errefelé nem fogunk tudni menni. Felhördült a 4,5 lóem. Karmol harap. Oda néz, micsoda előzés záróvonalon keresztül? Hát nem szórakozunk, hát rockstárnak születtünk. Van duda? Nincs. Várjál. Tehát ha így megyek, akkor meg Tesla. Na jó, hát mindegy, nem baj, legyen azért hangja. Elvileg ide jöttünk? 70-ről 2 méter alatt fél... Hát ez, ja, hát ez így megáll egyből, figyelj. Figyelj. Hopp, és már abban a pillanatban. Azért olyan fékek vannak, hogy hújúj. Na azt az autót, ezt. Várjál, kiszállok, mert ide kellett jönni, elvileg. Azt az autót lehet, hogy elkötném. Azt el lehet kötni. Hát nincsen olyan szépen kidolgozva, azt azért úgy hagyjuk meg. Ezzel a nénivel meg lehet ismerkedni? Ú, de furcsa fejed van. Jézus, vagy kicsit Angelina Jolie-ra emlékeztet, úgyhogy én most megyek is innen, de az ott egy merci, egy szedán. Oké, tehát majd itt lehet autót vásárolni. Mi az, hogy jól néz ki? Ez? Ne, Nevron, ne hülyéskedj már. Várj, bemegyek a budiba. Úgy? Ez résmentesen működik. Ez bármikor. Ez bármikor tudom kivitelezni. Várjál, hogy... Na nézzük, hogy mi folyik itt. A CZG kafi. Hú. Vegyek egy kávét? Dehogy veszek kávét. Hot dogot 4 dollárért. Az. Na meg még mit nem. Na jó.
Ó, megvan! Hello! Júj, hát hogy nézel ki? Viszont, haló! Balkezes a dobos! Jobb! Ja nem, nem. Hát, ezt nem tudom meghatározni, mert teljesen rossz helyen vannak a dolgok. Júj! Hoppá! Várjál, ez egy ismerős szerkezet. Srácok, a Yamaha keverőpultok, így néznek ki, egy az egybe. Ez egy Yamaha keverőpult. Írjátok be Google-be, meg fogjátok találni. Dehogy defibrillátor, ez egy keverőpult, hát nézd már meg, ott vannak a potméterek, meg az XLR csatlakozók, meg minden. Ez egy Yamaha keverőpult, hát felismerem, ne viccet. Ilyen témában nem lehet engem eladni. Hát... És most akkor mi a tervünk? Azt mondja, menj, mi ezek most a bemelegítő gyakorlatok? Vagy ezt most így hogy kell elképzelni? Nézd meg, emberünk az teljes mértékben, helyzetben van. Na, azt mondja a játék, hogy menjünk a mikrofonhoz, és nyomjuk meg a gombot, és kezdjünk el játszani a gitáron, és kattintsunk rá az első dal kártyára. Hát amúgy van benne valami, Jani. Van benne valami, határozottan van benne valami. Én ezt megpróbálom most kivitelezni. De nem kéne, hogy rajta legyen a band logó? Amúgy itt az első front bőrön, vagy a lábdob bőrön. Nem lehet, hogy zongorista, csak véletlenül beültették a dobok mögé? Mint a Diridáriba? Hát ez egy Yamaha keverőpult, hát beszarok. És tényleg. Na jó, nézzük meg. Most jön a lényeg, most jön a lényeg. És itt jön az interaktív jelleg, kapaszkodjatok. Igen. Jó. Igen, tehát a gombokat kell megnyomni, amikor a zöld zónába érkeznek a kis... kockák, vagy mi ez? Téglala, vagy négyzetek. Jézusom, matematika. Azt mondja, oké, ezt így értem. Na is, most jöttök ti. Azt mondja, hogy amennyiben tetszik a szám, amit éppen játszok, be kell írni egy egyest. Amennyiben rettenetes, és nem bírjátok hallgatni, be kell írni egy nullát. Minél, most kapaszkodjatok-e, többször is be lehet írni, és minél többször külditek, még ne írjatok be semmit, még nem kell, nyugi. Majd, ha meghalljátok az Egyél, amíg lehet című számot az éhező apácáktól, akkor kell majd tetszés nyilvánítani, vagy nem tetszés nyilvánítani, de többször is be lehet írni. Nyugi. Igen, bináris a dolog eléggé. Na most tulajdonképpen mit ír? Igen. Igen, bónusz manit kapunk, hogyha tetszéseteket fejezitek ki, és kevesebb pénzt, hogyha nem tetszik nektek. Azt mondja, if you earn... Ráadásul, ha csíreltek, miközben játszom a számot, de szar. Ez direkt módon hozzáadja gyakorlatilag a pénzhez. Tehát magyarul, és 300-as limitje van a csírnek, jó? Tehát nem kell többet küldeni, de amúgy se szükséges. Na, lényeg, hogy inkább a nullát meg az egyest írogassátok, azzal simán lehet. Egy számod van, de hármat játszhatsz, Riki. Jó, oké. Okay. Várjátok, mi... Most normál vagy easy legyen? Hát először bemelegítés, nem? Hát gondolom, először bemelegítés. Na, csapjunk bele a lecsóba. Azt mondja, hogy tehát egyes, ha tetszik, és nulla, ha nem. Jó, az Egyél, amíg lehet című számot most abban a pillanatban. Már írhatjátok, működik? Elszúrtam. Ide nem kellenek felforgató elemek! Jézusom! Ide nem kellenek terhes férfiak! Köszönöm szépen nagyon, nem tudom melyik volt az. Gorda Will!
Ja, hogy hosszan kell nyomni, bocsánat, oké. Okay. Jaj, de! Nem akarom, hogy szar legyen az együttes! Eddig nagyon jó vagyok. Eddig határozottan jó vagyok. Még ebből akár egy hatalmas világkörüli turné és nagy siker is lehet, ahogy látom. Hát, ha nem cseszem el. Jó, nagyon próbálkozok. Nem feltétlenül ritmusra kell megnyomni, úgyhogy nagyon szemét a játék, mert nyomnám ritmusra, tök egyszerű lenne. Hát elvére ütőtanár vagyok, a micsoda ritmus érzékem azért csak van. Remélem legalábbis. Majd mindjárt megköszönöm, meg ilyesmi, csak nagyon koncentrálok. Köszi. Hú, ez már biztos a vége lehet. Ez már tudja, hogy a vége. Zolcsi, köszönöm szépen nagyon a csírt, és Genc, neked is köszi a csírt, Gabba, nagyon köszi a csírt, és Joker, köszönöm szépen ugyancsak a csírt. Nagyon szépen köszönöm, és áldjon meg titeket a Bozsoki Szüzanya. Köszönöm szépen, hogy hát mindjárt beröfenditek ezt a hype-ot. Na tessék, oda néz. A nézők, ezt mondja a játék, nagyon szerették a számod. Tehát ez már egy sláger tulajdonképpen. Füstöl és a háttérben a hotdog árus? Az füstöl, igen. Elfáradtatok ennyi egy... Hát nem tudom, nektek nagyon tetszett. $433 kerestünk ezzel az egy nótával. Hoppá! Hát én visszakézből írok még egyet. Mindenféle probléma nélkül. Hát 10 darab hangot elcsesztünk, de hát azért az egy jó rock koncertbe azért belefér. Nem takarom ki. Hát figyelj, az most a tök lényegtelen, hogy mi van odaírva, az nektek nem lényeges. Én látom, de úgyis elmondom, hogy mit kell csinálni. Ja igen, várja, akkor ez azt jelenti, hogy 233 forint, mert ugye az adó. Jogos, igazatok van. Mi, kell még egy csillag hozzá, hogy írhassak egy újabb nótát? Hát most azonnal, várjál. Most eljátsszuk még egyszer az Egyél, amíg lehet című számon. Nem tudom, hogy ez... Most már írogathatjátok. Ez azért kell, hogy tudjunk még egy számot írni. Hát kell, legalább két slágeres együttes legyünk már, ha egy mód van rá. Mint hogyha hallották volna ezt a számot már, nem? Elképzelhető. De ennyire nem kell komolyan venni. Köszönöm szépen nagyon. Próbálok most nem hibázni. Most a néni ott már tánca is perdült, ahogy látom bal oldalt. Na ezután majd mit csinálunk? Megyünk számot írni, az biztos. Írjátok az egyest. Köszönöm szépen a tibeti hangtálat. Köszi. Meg a rózsát is köszi. Ez eddig hibátlan, most nem akarok beleszólni. Meg nem akarom elrontani se. Írtozatos koncentrációban vagyok, nem tudom mennyire látszik. Vajon hány ilyen szám lehet amúgy ebbe a játékba? Nem mondjuk ilyen szart megírni relatíve gyorsan meg lehet. Nagyon nagy a koncentráció. Ha ezt lenyomom hibátlanul, világhírnév. Közeledünk a végéhez, most nem kéne elrontani. Tökéletes! Írhatjuk a következő nótát.
Zolcsi, köszönöm szépen nagyon a csírt. Köszi, köszi. Nagyon köszönöm. Hát srácok, erre azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon tetszett nektek. Nagyon-nagyon tetszett nektek, és ahogy látom a közönségnek is itt a játékban, nagyon furcsa egyedek állnak előttem, de ez még csak a biztató kezdet. A nagy színpad az később van. Jó, mehetünk, és írhatunk egy következő számon. Micsoda? Ti most ezt értitek? Ja, szavazzatok. Akkor te szavazzátok meg. Szavazzátok meg. Letépted a pólót is? Helyes. Nagyon helyes. Ott azt a csajt fűzd be. Melyiket? Hol van? Hova lett? Ja, a padon megvárt mi. Ott ül Kenau Reeves-el, a két Kenau Reeves mellett. Ha jól látom. Oké. Okay. Hát nagyon rendes. Milyen kedves közönség, ahogy a Souls Parkban mondja az egyik karakter. Srácok, azért megnézzük, hát ha Matrixot forgatják itt, nem? Hát a jobboldali Kenau Reeves, a baloldali, hát nem tudom. Nem tudom. Hát az öreg Genghis. Vagy nem tudom. Fú. Nem akarjuk ezt revidiálni, ezt a dolgot, hogy felszedjük a csajt? Mert nagyon kell amúgy WC-re is mennem már, meg éhes is vagyok itt. Ezeknek neve is van. Hát van. Visi. Óli. Ja, hogy ez közületek került ki. Aha. Hát most már értem. Tehát Wombat, Fecó. Visegrádi, Óli, Visi. Ja, hogy ezek ti vagytok. Ninjackle. Aha. Indimoon. Nocsak. De várjatok. Hát ez a közönségem. Ezek szerint igen, itt van Vudu is. Veres. Hát behalok. Komolyan mondom, komolyan behalok. Ez zseniális. Ez egyszerűen zseniális. Nem ám itt a hotdogárus is valamelyik őtök. Na várjál, most eszek egy kicsikét. Még egy, nem elég egy hotdog? A fene a beledet. Jó. Véget ért a koncert, azonnal megyünk a WC-re. Na várjál, fotózni is kell. Meg kell örökíteni Instán a tevékenységünket. Jaj. Nem olyan egyszerű ám az, mint ti azt gondoljátok. ez zseniális. Na várjatok, azt mondja, hogy... Jó, csináljunk egy fotót. Most azonnal csinálunk egy fotót. Hogyan? Így. Uh-huh. És a Pixtagramra kell fölrakni ezt a fotót elvileg. Hogy lehet megfordítani? De csak a dobos lesz benne? Mindig a dobosok viszik el amúgy azért. A sót. Na, azt mondja, hogy... Jó. Hogy hívják a dobost? Mi legyen a neve? De hát, ja, mondjuk én Lajos vagyok, ő pedig akkor mondjuk aki dobos. Fantasztikus ötlet. Fantasztikus. Aki dobos egy ősnézőnk gyakorlatilag, aki szintén ütőhangszereket tanít, úgyhogy ezt én róla elnevezem. Szerintem megérdemli. Tessék. Riki, tessék. Riki már lájkolta is. Jó, nagyszerű. Jó, ennyi szerintem bőven elegendő lesz. És van egy ilyen, hogy Jobs app. Igen. Aha. Na most ezek közül kellene választanunk. Mit akarunk mit csinálni? Nocsak. Aha. Hát
Nem tudom, mit akarok csinálni most ezek közül szerintetek? Hát legyen mondjuk szórólaposztogatás. Hát nyilván. Én most azonnal csatlakoztam, és akkor ez hogy, ja, hogy szórólapot osztok. Aha. Ninja, kapsz egy brossúrát. Parancsolj. Nem kellett neked? Milyen vagy? Okay. Na látod? Indimun egy rendes ember. Ő végre elvette. Na nézzük akkor a számos nevűt. Thanks. Nagyon rendes tőle. Voodoo. Kérsz szórólapon? Oké. Okay. Nagyon rendes Voodoo. Elveszi. Veres. Uh-huh. Nagyon szeretné. Nagyon jó. Csak egy fradista. Yes, sir. Még ő is nézd meg. Hát ő... Nagyon rendesek vagytok. Köszönöm szépen. Kerestünk egy kis pénzt, és a pubba kellene menni egy kis relaxre. Hol van a kocsma? Várjál, valami notification érkezett. A Messenger a banktól. Igen, nagyon jó. Tehát 20 dollárt kerestünk szórólaposztogatással, mert ilyen rendesek voltatok, hogy elvettétek, úgyhogy tulajdonképpen nincs más hátra, mint mehetünk a kocsmába. Hirtelen este lett, úgyhogy vár minket a sör. Ez egy határozott parkolás volt amúgy a részemről. Gyerek, zseniális a játékom. Én már most imádom, hogy itt ültetek, érted, és lehetett nektek szórólapot osztogatni, meg ahogy buzdítottátok, érted, Lajost, hogy mennyire csodálatos a zenei formakincs, amit éppen előad, ez... Ámulatba ejtő. Megérkeztünk. Itt a bár. Hát itt már ugye ismernek, úgyhogy... hello! Hát ezek a hölgyek túl jól öltözöttek. Hát biztos, hogy nem ez a célcsoport. Ám... Ez már érdekesebb, de itt ezt a valakit, ezt el kéne hajtani innen, mert ezek a lányok biztos, hogy rockstárokra vágynak. Hát nem, szerintem jelenleg nem dolgoznak dubbingben. Majd fognak. Na, szóval lényeg, hogy... egy kis... megeszek egy pizzát. Mit egyet, kettőt, hármat? Meg egy kis makaront, mert annyira jól sikerült az első fellépésünk, és kellene venni egy sört. Ez az. Nem iszok sokat, mert úgy nem tudok csajozni. Miért nyomjátok az F-et? Ti hiába nyomjátok az F-et, most ez nem úgy működik, haló. Jó. Hát nem vele akarunk flörtölni. Egyszerre két nővel akarjuk flörtölni. Vele akarunk! A szép Szófiával akarunk flörtölni. Vele nem akarunk flörtölni. Olivia? Rufus? Rufusnak valami baja. Nem tudom, miért csinálják ezt a mozgást amúgy? Az emberek itt vajon? Emily is fölkeltette az érdeklődésünket, de... Szerintem Szófia, aki nagyon szeret, legalábbis a testtartásból én erre engedek következtetni, nagyon szeretné, hogyha észrevennénk. Úgyhogy szerintem Szófiával nem tudunk. Hát legalább 30-asok kellene, hogy legyen. Nem vagyunk elég jók Szófiának. Hát akkor kinek vagyunk elég jók? Neki. Szelinának jók lehetünk. Há, aranyos csajnak tűnik. Várj, rápróbálok még egyszer. Nem működik. Nohát. Akkor nézzük meg őt. Ez se működik. Hát srácok, a jó csajok lekoptattak. Hát ez van, nincs mit tenni. Szuper, jaj. Jó, szerintem vele fogunk beszélgetni. Hello! Szia! El lettem utasítva.
Ó. Hát nem kell, nem kellettem neki se. Hát akkor kivel? A csapossal. A Ginger, nézd meg. Hát vele se lehet. 55. Jézusom! Ő itt a legjobb csaj. Hát most akkor mit csináljak? Hát próbálkozzak a pasiknál, vagy mi legyen? Valamelyik csávónál próbálkozz. Vagy vele lehet? Hello? Nem, nem, velük nem lehet. Vele esetleg ő nagyon magányos itt. Nem lehet. Tehát aki kint áll, az valószínűleg a barátját várja, és akkor nem lehet. Ez sem működik. Hát gyerekek, nem igaz. Hát, a gyönyörű Ethel. Ez a nép. Szuper, hát ilyet mondani, hát milyen dolog ez? Hát, nem. Itt minden csaj lekoptad? Charlotte, de veled meg nem akarok megismerkedni. Jó, srácok, híresebbnek kell lennünk. Akkor majd jönnek a nők. Én ezt a következtetést vonom le, és továbbra is... Várjál, azt mondja, hogy skill pontok. Gyerekek. Nem hiszem el. A játék arra kér minket, hogy költsük el a skill pontunk, azt az egy darab skill pontot, amit kaptunk. Hát... nagyon nehéz a döntés. Tehát igazából ez a kettő, ami nagyon fontos lenne itt most nekünk. Aha, hát... én erre rátenni, vagy nem lehet? Ja, ez lehet. Hát azonnal. Jó. Na most kell körbe menni megint. Na nézzük, próbálkozzunk meg megint. A szép Szófiánál? Hát ha. Nem lehet. Még mindig nem. Hát nem igaz. Akkor ő se. Még mindig nem. Hát hiába adtam egy skill pontot. 30-as karizmán. Mikor érjük már azt? Hoppá. Na, nézzük csak. Hello. Mit írjunk be neki? Így van. Várjál, nem lakok messze. Ó! Ne szórakozz már! Mi ez, lefordítja? Na várjatok, ez érdekes. Amúgy? De hát nem. Ilyen bonyolultat nem írunk neki. Várjál. Ez jó lesz. Ebből egyből... Ah! No csak! Várjál. Álljunk egy italt? Hát, jó. Most ez így nem. Továbbra is szép vagy. Ah. Ó, hát egy koktél elegendő ahhoz, hogy a kedvence legyek. Várjál, hazudjunk egy hatalmasat. Már egyből kiszúrtalak. Srácok, ez most fordítja? De most komolyan, tehát ez fordítja? Hát ez tuti, hogy ai. Hát ez biztos. Nem gondoltam, hogy ilyen lehetőségek vannak ebben a játékban. Megáll az agyam. Van egy nagyszerű együttesem, az éhező apácák.
Na nézzük ezzel, mit kezd. Mi az együttes titkos mantrája? Az, hogy egyél, amíg lehet. Nagyon jó, nagyon, figyelj, srác, ez egyszer hatalmas. Meghívjuk a következő koncertre. Jó, többet nem tudunk. Többet nem tudunk neki mondani. Ez van, ennyit tudtunk. Ennyit tudtunk, de zseniális. Tehát ez, hogy így oldották meg, hogy AI-n keresztül izé működik, hát ez valami zseniális, ha jól értelmezem. Na, megfontolja. Megfontolja. Hát nem biztos, hogy eljön, de hogy lehet. Lehet, hogy ott lesz. Lehet, hogy ott lesz. Oké. Hát hódításaink első fejezet. Jó, most ennek örömére, hogy ilyen ügyesen... Jaj! Hogy ilyen ügyesen flörtöltünk a kisasszonnyal. Gyorsan elmegyünk WC-re, és eszünk valamit, de villám gyorsan... De itt nagyon drága ám, haló. Majd otthon megoldjuk ezt, jó? Fogunk mi még itt játszani, ezeken a színpadokon, amúgy. Ja, nőibe mentem be? Tényleg a nőibe mentem be? Hát igen. Azt most tisztábbnak ítéltem meg. No, azt mondja, hogy... Most kivel beszélgessünk még? Most vele lehet? Nem lehet. Jó. Most még arra kérem ugye a játék minket, hogy de én vele nem akarok flörtölni. Oké, vele se lehet, akkor vele lehet. Vele se lehet. Na jó, oké. Nézzük akkor meg a feladatokat, hogy mik vannak még. Ja, még van söröm. Hoppá. Mivel kellett sörözni? Ja, így kellett sörözni. Ezt akkor már letolom. Megpróbáljunk a pasival is flörtölni? Megpróbáljunk. Na, vele se lehet. Nézd meg. A gyönyörű Etellel. Yukival nem lehet. A gyönyörű Etellel. Tényleg. Nem lehet. El lettem utasítva. A fene egye meg. Hát de engem mi... Ja, Istenem. Hogy kifordult magából. Vele se lehet. Jó, mindegy. Most szépen behúzott farokkal hazakullogunk, mert nem sikerült a hódítás. Részeredményeink vannak amúgy a gyönyörű Szelinával. Hazamegyünk enni egy-egy gyorsan, jó? Igen, 5 perc múlva majd tudok, de hát itt nekem fontos dolgaim vannak, ilyen rockstar kérdések, úgyhogy... Nyilván aludni is kell, bár nem sokat, meg írni egy következő nótát. Addig kezdjünk el gondolkodni azon, hogy mi lesz a következő számnak a címe. Valami nagyon ütős kéne, srácok, ami berobban a slágerlisták élére. Szelinát még el lehet hívni? Kilóg a belém? Nagyon jó. Xilofon? Ez legyen a szám címe, egy xilofon. Úgy... Rongyos szívek requiemje. Várjál, azt mondtátok, Szelinát el lehet hívni még. Na várjál, azt akkor mindenképpen. Hol volt a bár? Ja, ugye arra felé, bocsánat. Az amúgy megvan, hogy söröztünk, és most itt vezetünk. Mindenféle probléma nélkül.
Azért ez kicsit azért, hogy mondjam, nem feltétlenül a legjobb. Csak mondom. Várjál csak. Azt mondtátok, hogy őt még el lehet hívni? Hát nem tudjuk elhívni. No csak. Nagy kár. Nagy kár. Jó, nem baj. Azt mondja, hogy akkor viszont hazamegyünk. Hazamegyünk, mert senki nem jött el velünk. Na majd, ha híres rockstárok leszünk, akkor meg majd még válogatni is lehet majd. Majd ha 50 vagy 60% felett leszel vele. Hát ez, ne haragudj, ez milyen alacsony becslés. Ez milyen alacsony becslés már. 80-90-100%. Addig az alatt nem állunk meg. Ne aggódj. Majd a skill pontok. Én már tudom is, hogy mi lesz a következő szám címe. Jaj! Látjátok, ez van. Ez vagy sör után vezetünk. Jó, megérkeztünk. Várj, leparkolom a tüdüt. Itt van a helye. Jó. Hát most szavazzátok meg, hogy most éhes vagyok, vagy tele vagyok, mint a déli busz. Ha éhes vagyok, akkor egyes, hogyha tele vagyok, akkor mehet a nulla. Ez rajtatok áll. Az interaktivitás jegyében. Milyen rendesek vagytok? Látom ám. Hát végül is inkább tele vagyok. Igen, a nullát nyomjátok, ne éhezzek már. Elmegy a pénzem holmi kajára. Megetettetek. Tulajdonképpen meg lettem etetve. Köszönöm szépen nagyon. Ez irgalmatlanul kedves tőletek. Úgyhogy én ezt most gyorsan becsukom, azaz. Na, várjatok. Jó. Jaj, oké. Rengeteget kell húgyozni a játékba, borzasztó. Na, megnyitjuk a Melodify appet, és akkor ezen keresztül mit csinálunk? Na, halló! Melodify. Hát... Hoppá! Hoppá! Detalika! Iron Balls. Hát leszek én még ott, ahol most jelenleg az Iron Balls van, ugye? A Detalikát már majdnem lenyomtuk, csak mondom. Hirtelen kezdünk felkúszni amúgy a slágerlista élére. Az egyél, amíg lehet, már 74-en játszották le. Nem akármi. És itt van, $20 kerestünk a Melodify-on. Jaj! Jó. Jó, és akkor itt kell elvileg az E betűt megnyomni, hogy... Aha, ja, ugye először be kell menni az ágyba. Hát van nekem itt ágy? Ja, van nekem ágyam, igen. Na most itt mi van a naplóba? Mi a napló további íródott? És tényleg? Aha, ja. Izgalmas. Na, azt mondja, hogy... Hát amúgy a két nap alatt... De mi? Nem is két nap, Balika. Ez egy nap volt. Rockstar ne kelljen már 9 előtt, nem? Szerintem. Legalábbis. Na most valamit kiírt, basszus, de hogy mit? Hoppá! 130 lejátszás! Gyerekek! Betörtünk a zeneiparba. Hát hihetetlen, nézd már. Dől a pénz. Hát kell egy irgalmatlan jó szám. Aha! Menjek kaszinóba? Hát meg az anyád. Én biztos, hogy nem. Nincs az Isten. Én nem olyan rockstar vagyok. Vagy menjünk kaszinóba?
Nem megyek kaszinóba, hagyjunk. Még írok egy nótát, nyugi. Nézd meg, fölkelünk, érted? Holnapra milliómosok leszünk. Tehát egy olyan nótát írok, hogy új. Várjál, még egyet. Azt mondja, hogy kell egy... Oké. Okay. Ajaj. Majdnem sikerült, igen. Jó. Na, mit is akartam, hogy mi legyen? A siker létrája. Ez jó lehet. Bűnös étek? Ó, az nagyon jó, Genc. Inkább legyen több szám. Bűnös étkek. A bűnös étkek című szám. Az nagyon, az szerintem nagyot fog menni. Igen, bűnös étkek. Legyen az. Legyen az. Az éhező apácák következő rendkívül slágergyanús száma a bűnös étkek. Jó van. Jó, jó. Szerintem ezt kajálni fogják. Mint a bűnös étkeket. Oké. Okay. Oké. Okay. És egy kicsit eszünk, mert itt olcsón adják a konzervet. Jó. És akkor most pedig vegyünk egy csini rucid? Igazad van. Igazad van. Azt hol lehet előadni a gardróbba vajon? Nem. Várjatok. Esetleg... Nem lehet rendelni a netről? Nem lehet. Akkor kellene egy bolt. Kellene egy bolt. Méghozzá van-e olyan... Hát itt vagyunk mellette. Clothing store. Ez valahol itt lesz mellettünk. Tehát pont egy ruhabolt mellett lakunk. Ha minden igaz. De hol? Fogalmam nincs. Hol van? Én... Ja, hogy ott lesz. Jó, oké. Az ki volt ott? Balika, 85. Itt sétál. Tehát konkrétan az emberek is, akik vannak a játékban, az is a nézőkből kerül ki. Hatalmas. De tényleg hatalmas. Na, Lajos, gyerünk. Vegyünk valami értelmes rucit, meg valami gitárt. Valami jó gityó is kellene. A ruha tulajdonképpen másodlagos. Zsepoa. Ott, nézd meg, ott megy Zsepoa. Milyen nőies. Ó, azt hiszem meg is érkeztünk. Meg is érkeztünk. Vegyünk föl valami rucit. De valami szakadtat, ne ilyen burzsúj szart. Hát ezek túl jók. A maximum ez a farmer valami. Hát én ezektől nem veszek se... Egy napszemüveget lehet. Hello. Na nézzük, azt mondja, hogy mit lehet magunkra erőltetni. Azt mondja, hogy... Mi? Ilyen drága? Mi? 500? 500? 500 dollár a bőrcseki? Ne szórakozzatok már. 500 dollár egy bőrcseki? Hát azt értem én, hogy 12 karizmát ad, de hát azért nem túlzás. A fene egye meg. A rohadt életbe. Hát ezt jó megvettem. Az meg 12 karizma. Az is 500. Jaj, de drága, jaj, de drága. Iszonyat drága. Hát jó, jó, legközelebb vesszük meg, jó? Legközelebb vesszük meg, még tartalékolni kell, még piára is fog kelleni, úgyhogy. De várjál, Sam Joe-t mennyire lehet venni? Na.
Nem bírtam ellenállni, ne haragudjatok. Ne, nem, hát így most már biztos, hogy be fogunk vágódni a csajoknál. Ez tuti. Ez tuti. Tetszeni fog nekik, imádni fogják. Jó. Most kellene azt előadni, hogy csináljunk egy koncertet megint. Messenger, hol? Riki. Hát most azonnal. Mehet a koncert. Mi, nem akar koncertezni? Mi baja van? Mert miért, mi a gond? For the concert waiting for you? Ó, oh, nagyon jó. Location on the map. Nagyon jó. És az hol van? Jelöli vajon? Hát én bizony mondom néktek, hogy nem látom, hogy hova kéne mennem. Micsoda, ez itt lehet venni motort is? És azzal közlekedni? Hú, az majd milyen vagány lesz. Hát... Igen, ruhákra költi az összes pénzét, tényleg problémás a dolog. Hát mindegy, majd meglátjuk. Hol kéne nekünk azt a koncertet adni? Hol vagyok amúgy? Tudja valaki? Miért nem jelöli, hogy... Ajaj. Ott van Riki. Jó, jelöljük be, és akkor menjünk arra. Remélhetőleg arra kell menni. Hú, te gyász, Jézus. Oké. Okay. Azért most már szerintem sokkal nagyobb esélyünk van amúgy a csajoknál a pubba. Na már itt is, nézd meg, a kaszinót promózzák a rohadtak. De nincsen, nyomom a nitrót, de nem csinál semmi. Na most itt az ideje, hogy az új számunkat bepromózzuk egy kicsit. No. Oké. Okay. Hát ezen most elegánsan lendüljünk túl, Mr. Shutdown. Na most a közönség az megint belőletek fog kikerülni amúgy. Na várjál, de ez változik? Nem, most ugyanazok maradtak amúgy. Várja, valami van. Valami notification. Mi a helyzet? A Detalika együttes írt nekem. Szaradobosunk! Gyerekek! A Detalika leszarozta a dobosunkat. Úr, írok egy számot. Amiben elmondom, hogy milyen szara az ő dobosuk. Igen, ez egy beef lehet. Ez egy lehetőség a beefre. Így van. Én nem akarok úgy népszerűséget kovácsolni, hogy hogy belállok egy másik együttesbe. Az hozzánk nem méltó, tehát az éhező apácák elhatárolódik ettől a dologtól. Mi a saját... tehetségünk nyomán leszünk elképesztően nagyok. Ennyi. Úgyhogy én nem szarozok. Mehet a koncert. És az új számunkat lehet hallani, az pedig nem más, mint a Bűnös Étkek. Az éhező apácák előadásában szeretettel köszöntünk benneteket a koncerten. Íme a Bűnös Étkek szám, amit nemrégiben írtam a Nappalimban. És ha tetszik nektek, a chatet nyomjátok a... Mit nyomjatok? A hányas kell nyomni? Melyiket kell? Az egyes. Igen, az egyes kell nyomni, a nulla... Ja igen, ott vagy. Az egyest kell nyomni, már tetszik is nektek? Nagyon jó. Pedig még el se kezdtük. Az egyes nyom... Így van, az egyes nyomjátok. Ha nem tetszik, akkor pedig a nullát. Na gyerünk. De szar ez a szám. Már jön egy néni, ami le is dobta a textilt.
ez az. Köszi! Világsiker, világhírnév, nagy színpad, minimum. Hát lángol a képernyő széle annyira kevés. Nyomjátok az egyes, mert nem lesz népszerű a szám, és nem keresünk semmit. Nem igaz. Hát nem igaz, hogy mennyire jó volt. Nagyon szépen köszönöm JK-nek a százasit, és Gencnek is nagyon szépen köszönöm, és köszi mindenkinek. Köszi. Hát srácok, kiválóan sikerült. Kiválóan sikerült, ugye a csírek azok direkt módon hozzáadódnak így a bevételhez a játékba, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer. Hatalmas. Most eljátsszuk az Egyél, amíg lehet című számot. Legyen az a következő, most nagyon megfogjuk, mert most már változatosak vagyunk. Már két számunk is van. Ezt már szerintem ismeritek, és nagyon-nagyon szeretitek. Úgyhogy írjátok az egyest. De csak az egyes, mert nagyon jó. Hát... De ez nehezedik amúgy, valószínűleg, gondolom én. Hát túl jók vagyunk. És ráadásul rajtam van most a bőrcsek is. Hát a lányok azok gyakorlatilag meg fognak őrülni a koncert végére, az biztos. Ott már egy le is dobta a textilt, bizony. Hány ilyen lesz még? Majd amikor melltartókat dobálnak, érted, a színpadra? Jaj, na az lesz a jó világ. Úton a világ hírnév felé, az éhező apácák együttes! Mi lesz a Spotify honlapra, Jézusom? Milliós hallgatottság. Minimum. Hoppá! A nézők a játék szerint nagyon-nagyon szerették a számot. Határozottan. És a bűnös étkek. A bűnös étkek iszonyatosan jól debütált. Amúgy, hát végülis csak várjál, csak két csillagot kapott a bűnös étkek. A minimum történelmet írt az együttes. Igen, ez jogos, de hogyha most elnyomom még egyszer a bűnös étkeket, akkor lehet abból három csillag szerintetek? De Talika mit reagál vajon? Hát jogos. Ha, tehát hogyha nem hibázok benne, akkor elnyomom gyorsan még egyszer. Jó?
Írjátok az egyest. Dehogy hard, micsoda? Megpróbálok nem hibázni benne, úgyhogy nagy koncentráció van. Hát sláger kell, hogy legyen ebből is. Meg kell, hogy legyen. Nagy koncentrációban vagyok, bocsánat. Oké. Ez az. Jó, szerintem azaz. Megérte megcsinálni még egyszer. Megérte. Csodálatos volt. Egyszerre csodálatos. Hello. Van egy jó bár itt a környéken. Van egy jó bár itt a környéken. Van... Micsoda? Szerintetek? Mi? Én? Hát miről beszélünk? Dehogy? Hát szavazzátok meg, de hát amúgy meg nyilván nem. Hát egyértelmű, hogy nem, ugye? Gyorsan szavazzatok, mert WC-re kell mennem. Gyorsan szavazzatok, mert vár a budi. Na, szépen, okosan költsed a skill, vagy okosan szavazzál. Na, azaz jó van. Nagyon szép, ügyesek vagytok, ezt így kell csinálni. Jó van. Már meg kell lenni, még, mielőtt behugyozok, meg kell lenni még legalább 2 hotdogot. Nem igaz. Mi? Hány hotdogot? Mi ez, valami bélpoklos? Vagy micsoda? Ninjaku? Indimoon? Na, kik vannak itt? Visi? Fecó? Vombat? Visi. Hát Visit azért mit elhívjuk, nem? Vagy ne hívjuk? Nem. Most nem hívjuk el, viszont kell csinálni, fontos a promóció. Kell csinálni legalább egy Instagram fotót. Erről az egész... Várjál csak, hol kell itt kamerázni? A bendről, úgy, így van. Mindig csak a dobosról lesz fotónk, vagy ezt így most hogy kell értelmezni? Azt mondja, hogy... Jó, és ezzel most beszóltunk, az előbbi Detalika együttesnek, aki leszarozta a dobosunkat, úgyhogy menjenek a francba. Ennyit erről. Jó, most gyorsan várjál, mert nekem terv... Hoppá! Hey! Óvatosan! Jó, nagyon jó. És skillpontokat kellene amúgy elkölteni. Én egy csábító akarok lenni. Én egy minimum. Ez mi ez? De nem tudom, hogy mi csinál. Tehát, hogy ez így normális.
Na jó, egyet most költsünk a karrierre. Jó? Legyen az. Aztán utána majd fejlesztjük a képességeinket. Most amúgy is van rajtunk jó izé, Ruci, úgyhogy irány a bár, szerintem. Irány a bár. Nyomjak rá, és izé kiírja, hogy mit csinál. Hát, ja, tényleg basszus, mert csak féltem, hogyha rányomok, akkor... Aha, ez jó. Nagyon jó. Jó. Ó, tehát ezt ki kell húzni, hogy legyen, igen. Tehát, hogy élhessek meg romantikus perceket a partneremmel. Ehhez kell egy skill pont. Amúgy hol van az autóm? Mi? Ellopt. Haló? Ez mit keres itt? Most nem azért mondom, ez mit keres itt? Mi? A játék leparkolta? Na jó, menjünk a bárba, gyerünk. Meg kell nézni a Spotify-t is amúgy, hogy mennyit kerestünk az új nótával. Jövök, csajok, jövök. Pillanat. Várjál, telefon még megnézzük. Riki. Jó van. Kaptam egy csekket. Mi rossz helyenre parkoltam? Hát de undorító. Hát milyen dolog ez? Ja, tehát akkor figyelni kell arra, hogy hol parkolunk le. Jó. Jó, hát ebben azért van némi ráció, nem? Végül is. Nevel a játék. Bizony, nevel a játék. Határozottan nevel. De hát itt most látniuk kell a csajoknak, hogy micsoda elképesztő gépsárkánnyal érkeztem. Nem? Na figyelj, most bemegyek az új rucimba. És itt vannak. Még mindig itt vannak? Hát hello! Még mindig nem lehet. Komolyan hihetetlen. Hát szervusz! Mi már ismerjük egymást, Szelina. Várjál, vigyá, hozok egy sört. Hol vagy? Azt mondja, hogy egy... ott a sörikém. Jó. Hogy kéne ezt előadni? Nézzük meg, hogy mi a helyzet vele. Na. Igen. Megint a legszebb lány mellé sikerült leülnöm. Na hát. Hát igen, tudom, hogy hogyan bűvöljem el. Tudom, hogy hogyan bűvöljem el őket, bizony. Állok egy italt, mert hát nyilván egy... Jó. Amúgy meg nagyon romantikus típus vagyok ám. Feljössz hozzám? Na. És ki nevet? Hát ki nevetett? Hát nagyon ki nevetett. Szép próbálkozás. Hát bizony. Nagyon, hát akkor mivel gurítsuk? Mit mondjunk neki? Mit mondjunk neki, hogy jó legyen? Nyilván nem volt lédien. Nyilván nem volt. Meg á, de hogy én ilyen kretén módon szoktam, tehát az inkább azt most nem is mondom. Mondjuk ezt a csajnak, hogy milyen szép széles a vállat. Hát ezzel biztos, hogy hatalmas nagy sikert aratunk. Atrax, te bát. Jó, dicsérjük meg. Fodrásznál voltál? Nagyon szép a hajad.
Nem akarok bonyolultan fogalmazni, mert hát ha az AI nem ismeri fel. Aha. Sikerült a fodrásznak. Gyerekek, mennyire mókás már, hogy egy ilyen játékba érted, AI-t használnak. Zseniális. Nem gondoltam volna, de valami hihetetlen. Jó. Mit mondjunk neki, amivel végképp levesszük a lábáról? Tehát valamilyen dologgal kapcsolatban, amiben ő érdekelt, érdeklődést kellene mutatni. Na most ehhez meg kell kérdezni azt, hogy milyen hobbijaid vannak? Úgy. Meg lehet nézni ezeket a videókat. Nagyon érdekelne, mert az ilyen gyönyörű lányok mindig szépen énekelnek, és nem fér ki. Nem hiszem el. A szép lányok szépen énekelnek. Várjál. Így van. Ahogy írja, így van. Oké. Hát akkor ez nem nyert. Nem nyert hangszórót, akkor viszont lelettem megint pattint. Mit írjak neki? Mi? Hogyan érhetünk el a szívéig? Ez az. Ez ilyen szempontból 10 per 10. Jézus Máriám, nem. Ilyeneket azért ne írogassunk már, Eri, légy. Kicsikét, valami szofisztikáltabbat kellene. Imádom. Így van. Ez nagyon jó ötlet. Erre mit ír? Jó, akkor viszont mit mondjunk neki? Jaj, Nevron! Szépeket kell írni neki, szépeket! Te nem tartozol a fényre csúnyuló... Nem, ez se szabad. Hát de valami normálisat kéne neki írni. Milyen szépen és választékosan fogalmazol, megfogott az intellektusod. Az intelligencia szexi. Hát ezt nem tudom beírni. Akkor nagyon. Tessék. Érdekek, hát mindjárt ezért megyünk itt a szobára. Látjátok, azért ez két nap alatt. Oké. Remélem, holnap is itt leszel. Szívesen hívnálak randira, anyád.
Jobb lesz ez így. Oké. Jó, azt mondja, hogy kimerítettük ugye a napi beszélgetést vele, és megint visszautasított, de most már közel járunk. Most már határozottan közel jár. Nem igaz, hogy már megint éhes. Hogy lehet ez már megint éhes? Hát hihetetlen, de folyamatosan zabál. Meg állandóan WC-re kell mennie, hogy jó, hát akkor szokás szerint menjünk a nőibe. Ez a lépés mínusz 5%-ba került? Ó, nem már. Mi tényleg? Ó, a fene egye meg. Akkor... Az nem jó. Az nem jó. Az nagyon nem jó. Vele még mindig nem lehet? Még mindig nem lehet. A másikkal... Hoppá. Vele lehet. Na, megint ellettem. You look lonely. Ezt az achievementet nagyon jó. Oké. Akkor viszont... várjatok. Nézzük meg a telefont. Majd holnap reggelre valószínűleg. Oké. A kopasz srácát, ez nagyon próbálkozik. Hú, de nem... Nem akarok. A szép Etellel. Vagy a Yuki. Yuki. Vele nem lehet sajnos. Jó, akkor még várunk egy kicsit. Még várunk egy kicsit, akkor szerintem itt megcselekedtük, amit meg lehet. Jó, és most szépen akkor fogjuk magunkat és hazamegyünk. Én szerintem a következő hódítás az már sikerrel fog járni. De előtte mindenképpen ki kéne farmolni amúgy azt a képességet, hogy romantikusan tudjuk meghódítani amúgy a hölgyeket. Emilyt? Emilyt most már nem próbáljuk meg. Viszont várjál, nem a telefon kell nekünk, hanem mi kell nekünk? Egy gitársop. Egy gitársop. Basszus, egy gitársop. Az itt van a közelbe. Nézzük már meg, hát ha van valami jó gityó. Na, hello. Mindenkinek ilyen irgalmatlan jó autója van? Nekem van ez a Golf. Milyen jó lenne, érted? Lehetne autót lopni, mondjuk. Ez az, a gitársop. Na ide, jaj, várjál, ezt nem szabad. Nem szabad, mert akkor akadályozni fogjuk a forgalmat, és ezt nem engedhetjük meg magunknak. Megyünk a gitársopba gyorsan. Azt mondja, hogy kell nekünk egy jó gityó. Egy ilyen fekete Gibson. Az kell nekünk. Vagy... Hát... Nem tudom. Nézzünk körbe. Van valami jó metal gitár? Custom gitárok. Nincsen. Júj, de drága! Júj, de drága! Jézusom, de drága! Retteletesen drága ez. Srácok, ez nagyon-nagyon drága. Hát nem lesz meg ez a gitár. Maximum holnapra. Zibzon. De azért látjátok a szakértelmet? Már nem azért mondom. Nem azért mondom. A keverőpultról kiszúrtam, hogy Yamaha. Megyek oda a gitárhoz, már mondom, hogy Gibson lesz ez. És a kotva, hogy ez a Gibson. Na mindegy. Mi van még? Édes 500 karizma? 1 millió? Vagy mennyi? Igen. Nem. 100 000 dolláros 500 karizmát adó Gibson. Azért az durva, nem? Azért az kimondottan durva. Hát nem biztos, hogy azt most így hirtelen meg tudjuk venni. De szerintem, hogyha veszünk egy ilyen gitárt, az illik a szerelésünkhöz is, ez teljesen jó lesz. Azt holnap megvesszük. Holnap ide visszajövünk, és bejövünk álmaink gitárjáért. Ez a terv.
Minden információt megtalálsz így a technikai eszközökről. DJ Easy a felkiáltójel info parancsom, vagy felkiáltójel stúdió, vagy felkiáltójel PC, valamelyiket ír be, felkiáltójel PC. És akkor elvileg ott vannak a cuccok a weboldalamon. Hát persze, Mifi, nyilván nem feltétlenül arról szól, hogy most itt meglegyen a licenc, semmi értelme nem lett volna. Jó, szépen menjünk haza, de most hagyjuk a telefont a csudába. Nézzük csak, hol lakunk mi? Valahol erre. Igen, úgyhogy ez lesz itt a... Igen, menjünk szépen haza, most már este van. Ilyenkor már alszanak a rockstárok is. Hát én nem tudom Gabba, hogy a Spotify az mennyit fog termelni holnapra, de kíváncsi vagyok. Most már két számunk is van. Az első hatalmas sláger lett, a második meg nem különben. Vajon amikor írjuk a számot, akkor kell nagyon résen lenni vajon, hogy ott nagyon-nagyon jó legyen, mert akkor fog nagyot menni mondjuk a Spotify-on? Én ezt gondolnám, ez lenne a logikus. Úgyhogy ha írunk még egy számot, akkor nagyon-nagyon oda kell figyelni. Az igen, nyitva hagytam az ajtót, hát gyönyörű. No. Aludjunk egyet. Oké. Hát nem mondom, hogy nagyot ment a dolog. Egyél, amíg lehet. Az... Hát... Na. Hát... Nem volt a legjobb. Mit csináljunk? Mit csináljunk, hogy még jobb legyen? Ez itt a kérdés. Írunk még egy számot? Na jó, írjunk még egy számot. Addig gondolkozzatok rajta, hogy mi legyen a neve. Basszus, elszúrtam. Gyerekek, ez egy nagyon-nagyon rossz szám lesz. Nem lehet ezt újra kezdeni? Ez nagyon nem jó. Ez nagyon nem jó. Az biztos exitus. Igen. Ajajajajajajaj. Ez nem lett jó. Ezt nem lehetne újra kezdeni? Hát szavazzatok. Make the Hulkster bigger or smaller? Hajrá, nyomj, egyes vagy kettes, nyomjátok. Ezt nem lehetne? Ezt nem lehetne amúgy újraírni ezt a számod? Hát ez felnőtt. Jó van. Ez felnőtt. Az a lényeg, hogy a csillag felett legyen? Tudok írni egy másikat? Nem tudom, hogy tudok-e. Fogadjuk, ezt fogják a legjobb az. Hát lehet. Bármi lehet. Na mi legyen? Azt mondja, hogy gyanús. Na, miért nem lehet írni? Gyerekek, nem tudok. Miért nem tudok beleírni? Haló! Nehogy már bebugolt a játék.
Hát ez így nagyon nem jó. Hát nem tudom beírni a szám címét. Még a söröm. Úristen, még a söröm. Hát még megiszom a sörömet. Hát elvilegre reggel van. Nem tudok rányomni. Jaj, várjál. Kora reggel van és bekarmoltam. Ez így nem jó. Nem tudok rányomni a kantinyúra se. Hát ez itt most baj. Ez itt most nagyon nagy baj. Hát most mit csináljak? Unstuck. Hát ez itt nem jó ám. Haló. Remélem, hogy ment a játék. Nagyon-nagyon remélem, hogy ment a játék. Várjál. Talán sikerrel járunk. Oké. Ez az. És akkor lehet, hogy újra tudjuk írni. Erről van szó. Nagyon jó. Ó, basszus. Jó, mi legyen a címe? Gyanús pörköltek. Ez jó lesz, ez jó lesz. Ezt szeretni fogják, biztos vagyok benne. Tudok még írni számod? Nem tudok. Jó. Jó, a gyanús pörköltek. Az fog igazán nagyot menni. Ú, ezt még éhes is vagyok. Jaj. Jó, 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 nem iszom meg a sört, nem berúgok reggel, nem jó. Jó, most már van három számunk, amit elő tudunk adni. A gyanús pörköltek. Már gyorsan kajálunk egyet. Ezt a legérdemesebb amúgy venni. Ez jó. Ez jó. Ez kimondottan jó. Oké. Oké. Ezt úgy néz ki, hogy már fölvettük. Jó, és akkor most kellene ráírni amúgy. De innen ki lehetne lépni? Ja, jó, oké. Most kellene rá... Aha, progression. Hát, de most hogyan? Hogyan tudunk mi a bárba fellépni? Kell még az utcán koncertezni? Vagy hogy? Hello. Kevés a csillag? 16 csillagod van, kell még bőven... Ja, 16 csillagod van a 20-ból. Hát akkor megyünk még egyet, koncertezünk ott a mi a fenén. Mm. Igen. Oké. Okay. Jó. És már megyek is. És már megyek is, gyorsan megyek. Az autóm az amúgy hova lett? Haló. Hát hova lett az autó? Na, mindjárt más a helyzet, ugyebár? Oké. Okay. Meg csak meg kéne venni azt a jó gitárt, nem? Meg kéne venni azt a jó gitárt. Megvesszük azt a jó gitárt, mielőtt elkezdjük a koncertet, az pedig a gitársopban van, úgyhogy először most útba ejtjük a gitársopot, meg kell venni azt a Jézusom! Ja, hogy itt ilyesmi is van. Ez szerintetek probléma, hogy elütöttem most az egyik nézőt? Várjál, ki az? Melyik őtöket ne üssük el? Voodoo! Voodoo-t nem ütjük el. Voodoo nagyon kedves és lelkes néző, úgyhogy nem fogjuk elütni.
annyira bírom, hogy a játékban amúgy a különböző karakterek, az mind rólatok van elnevezve. Hatalmas, de tényleg. Hát tartok tőle én is, Dappingman. Tartok tőle. Nem is akarom megnézni, hogy melyik őtöket ütöttem el. Hát először veszünk gityót, és akkor az új gityóval mondjuk iszonyat karizmánk van amúgy már. Nem tudom, hogy ezt így észlelitek-e, de így a ruhák is, meg a gityó, meg minden, az nagyot ad. Oké, add ide a gitárt. Ott van a fekete Gibsont. A fekete Gibsont szeretném. Hello. Azt mondja, hogy kell a fekete Gibson. Jó, mind a 220 karizmát ad. Hát akkor, meg hát nyilván a cuccunkhoz a fekete megy, úgyhogy... nem marad sok pénzünk, az biztos. Nem marad sok pénz, de most a kérdés az, hogy vajon melyik gitár van nálam? Tehát magyarul ezt otthon be kell rakni szerintetek? El tudom adni a régit? Az lehet, Mr. Shutdown. Igen, ez egy Kern András parkolás volt, amit bemutattam hirtelen, de hát ezt most bocsássátok meg nekem. El lehet adni a régit, vajon? Nem lehet. El lehet? Nem lehet. Jó van, nem adjuk el a régit. Hát elvileg nincs erre a lehetőség. Még ilyen, szerencsé, hogy nem kell felhúrozni, meg ilyen hülyeségek, tehát... Bedugjuk, aztán szól. Most tulajdonképpen azt nem tudom, hogy ilyenkor be van állítva már az új gitár, vagy sem? Rockstarok csórók? Hát szerinted? Hát szerinted? Hát én, aki olyan slágereket írok itt a játékban, hát én nagyon megyek, ne viccelj. Napi 800 dolláros izékeresettel tolom. Már a legelején. Mert annyira jók a számok. Hát nektek köszönhetően. Azt mondja, hogy csináljuk azt, hogy... Hát de már sötét van. Este 8 óra, az számít? A számít szerintetek? Hogy este 8? Olyankor még jó, hogyha koncertezünk? Vajon? Na. Hello, gyere, koncert lesz. Na, melyik őtök ül itt? Ja, még nem írja ki, csak a koncert után. Aha, feltehetőleg, de hol van emberünk? Tehát hova lett? Most ez, itt valami zavar van az erőben. Ja, ott van Riki! Ó, bocsánat, teljesen rossz helyszínre mentem, srácok. Teljesen rossz helyszínre mentem. Hát nem itt van a koncert. Haló! Hát ez mondjuk tipikus rockstar húzás, tehát szerintem simán. Ezért a játék amúgy adhatta legalább egy olyan plusz 20 karizma pontot, minimum. Nézd meg, ahogy küldi neki tövig a golfot. Kezdődnek az allűrök, ugye? Hát bizony. De várjatok, hát nem is erre van az, haló. Merre kell me... Aha. Hogy át kell menni a hídon, mi? Nem baj, most ez egy másik helyszín, itt újabb embereket fogunk tudni elérni. Coming soon. Amúgy a fejlesztőknek ezek szerint terveik vannak még a játékkal kapcsolatban. Oké. Okay. Amennyire erdje a grafikája, amúgy annyira szórakoztató. Én megnéznék egy játékot ebből, ami tényleg iszonyat jól néz ki, és kell építeni egy normális karriert. Iszonyat jó lehet. Ja, hát ez nem Ricky Martin, az Kurt Cobain. Na, itt akarsz fellépni? Hát van neked normális eszed? Ez most normális, hogy itt? De nincs is, mi a... Jaj, nincs is Budi.
Ja, de van. Jó, oké. Jó, akkor mehet. Akkor mehet. Lehető legjobb helyen akar ez fellépni. Este a kaszinó mellett. Hát ez hatalmas ötlet. Van hotdog árus? Az meg nincsen. Itt fogok éhen halni. Hát meghalok éhen. Na jó, van mindegy, nem baj. Hello. Hello. Igen. Na gyerünk. Ugye, ahogy látjátok, egyest kell írni a chatbe, hogyha nagyon tetszik a szám, nullát meg, hogyha nem. Jó? A szokásos. Meg csírelni is lehet, de azt nem akarom promózni, mindegy. Na, azt mondja, hogy a legcsodálatosabb számunk fog következni az egyél, amíg lehet. És vagy jön az új szám. Nyomjátok neki, mert nem lesz jó. Nagyon sokat kéne most keresnünk, mert gitárt vettünk, meg minden, kiköltekeztük magunkat rettenetesen. Meg bőrkapát, meg mindenféle dolog, ami kell a rockstársághoz. És kell majd motort is venni, meg mindent. Nagyon kíváncsi leszek rá, hogy az új számunk, a gyanús pörköltek, az mekkorát fog menni. Mert az most túl, azt még nem hallották, de majd mindjárt fogják. Most fog debütálni a szám. Teljes erőbedobással játszik az éhező apácák együttes. Úton a világ hírnév felé. És azt gondoljátok, hogy ez itt a csúcs, hát nem. Ez még csak a biztató kezdet. Ez az nagyon jó. Nagyon szerettétek. Nagyon-nagyon szerettétek a számot. Gyakorlatilag perfekt. Jöhet a bűnös étkek. De rossz harmónia ez. Hey, de nagyon nem jó. Hát ez olyan lassabb, slattyogós, de ezt is szeretjük, hogy aztán utána a gyanús pörköltek az nagyot üssön. Mehet az egyes a csetbe, de nagyon gyorsan, minél többször. Ez a headbangelős része, szeretem. Izgatottan várom, hogy a gyanús pörköltek az milyen lesz. Ez az, rázzátok! Oké, és most kapaszkodjatok, mert jön az új szám,
az Éhező Apácák együttes legújabb nótája, a gyanús pörköltek. Iszonyatosan gyanús pörköltek. Nagyon gyanús az a pörkölt, nyomda. Jaj, bazd, nem jó! De azért ti szeressétek! Kicsit elrontottam az elejét. Nem egyszerű már. Talán sikerült ráérezni. Basszus! Köszi a csír, talán így most meg lesz. Mi ennyi, így van be... Így lett befejezve? Genc, köszönöm szépen nagyon. Nagyon-nagyon szépen köszi. Hát, jó, Istenem, majdnem sikerült. Hát, plusz 2 popularity... Hát, igen. Egész jó kis koncert volt. Nézzük meg. Várjál, még nem iszom, még csak koncert után. Jó. Jó, tehát kicsikét kés, vagy korábban kellene elkezdeni a koncerteket szerintem. A gyanús pörkölteket még nem hallgatta meg senki Spotify-on. Nyomjam le, azt mondjátok, Exitus, hogy ezért, hogy egy 3 csillagra próbáljuk meg. Lehet, hogy az kéne. Próbáljuk meg. Mi? Most ennyi? Vége? Basszus, nem áll. Most nem lehet. Várjál, skill pontokat próbáljuk meg. Azt mondja, hogy mik ezek? Aha, igen. Ó, ez mondjuk jó lehet. Srácok, valószínűleg ez lesz. Mert hogy állandóan húgyozik a karakter, azért az mégiscsak túlzás. Legyen inkább ez. Jó, hát akkor ez a koncert, ez most itt véget ért. Jó, viszont lehet, hogy azt csináljuk most, hogy megyünk aludni. Most lehet, hogy nem megyünk el csajozni. Vagy menjünk el csajozni? Menjünk csajozni, vagy nem menjünk csajozni? Mi van a nagyítót? Milyen nagyító? Milyen nagyítóra gondolsz? Milyen nagyító? Ja, nagyító skill, ja, hát azt már elhaladtuk. Na, oké, akkor viszont elmegyünk csajozni. Hát végülis tényleg igen, a két végén égettem a gyertyát, tehát mindenképpen menni. Legalább egy sörike csúszol le, ugye? Hol van a bár? Ez milyen hely amúgy ott? Ez medence meg ilyenek vannak. Wow. Jó. És ez mi? Itt teli van boltokkal amúgy, ahol mindegyikben lehet valamit csinálni, de hogy micsodát, ez pontosan... Stúdió, nagyon jó. Hát bontakozik itt, kérem szépen, a karrier. Ja, ugye segít, hogy tudjam, hogy mit kell mondani a csajnak. Nekem nem kell segítség. Erre volt, ugye? Igen. Itt lesz valahol a bár. Mert ugye
meg kell látogatni... Jaj, várj, rossz helyre álltam már megint. Oké, mert megint egy rendőrök küldik a csekket. Jó, most bemegyek. Itt van-e szívem választottja? Ezek megint más nők. Ó, oh, hát itt van. Ó, oh, hát itt van. Hát hello. Hát szerbusz. Ó. Oh. Oké. Okay. Na mit mondjuk? Megint vegyünk neki innivalót? Hát... Vegyünk. Tessék. Ja, igen, igen. Egész nap csak rád gondoltam. Na, mit reagál? Ó. Köszönöm for the cocktail. Zseniális. Zseniális. Igen. Hát ezzel gyakorlatilag ugyanazt mondanánk. Nem, még nem szabad elhívni, majd tovább kell itt. Legalább eddig jussunk már el. Írok hamarosan egy szerelmes dalt rólad. Hát rockstar vagyok, ugye? Vagy mi más? Oké. Okay. Jó van. Jó, mit írjunk még neki? Igen, amúgy tényleg eljöhetne a koncertre lassan, de még nem akarom azt, mert még egyelőre le kell venni a lábáról teljes mértékben. Bókok kellenek, bókok. Nem akarom egyből elhívni Genc. A kedvencem a banános gumicukor. Egyszer megkóstolhatnád. Reméljük nem érti félre. Ide szájú! Benne van a ko... Nocsak. Benne van a kóstolásban, már ha értitek. Na most... Oké. Okay. Azt mondja, hogy mit mondjunk neki még? Valamit mondani kell neki még. Legalább eddig el kéne jutni. Napról napra egyre gyönyörűbb leszel, meg ilyen hülyeségeket nem akarok, valami normálisat kéne. Nagyon félénk fiú vagyok. A kedvenc foci csapata? Van kedvenc zenekarod? Hát ez is milyen hülyeség bár. De ezért érdeklődjük. Lássa, hogy érdeklődünk felőle. Nincsen neki. Hát. Jó. Akkor mit kérdezzünk? De okosak legyetek, okosak. Hát nem mindegy, hogy mit kérdezünk tőle, vagy csak simán bókoljunk. Igazából csak miattad járok ebbe a lepusztult krémóba. Nem.
Hát nem, hát azért ne így igazából, csak miattad járok ide. Ja, igen, azt kéne megkérdezni, azért biztos nyitott lenne a dologra, hogy együtt játszunk. Haladunk. Lehet, hogy meg lesz a szerelem. Lehet, hogy meg lesz. Várj, ilyen ergyabókokkal lehet is érvényesülni, hogy napra gyönyörűbb vagy. És tényleg, ilyen ernyabókokkal. Hát gondoltam, kipróbálom most már. Jó, közelítünk. Most vettem egy, nem akarok itt az elképesztő gitárommal hencegni. Az gyönyörű. Jobban szeretlek. A szalonnát lila hagymával. Na erre mit lép? Gyerekek! Na ezzel vettük le. Ezzel vettük le igazán a lábáról. Ezzel betaláltunk. Ezzel nagyon-nagyon betaláltunk. Ez elvitte a művésznőt. Ez elvitte. Remélem, holnap is találkozunk. Mert holnap már elkapla. Nem? Este gondolok rád. Na, ez hogy értékeli? Gyerekek, ennél... Jó, most nem fogjuk elkövetni azt a hibát, hogy most elhívjuk. A Hulkster, az... Szavazzatok, hogy nagyobb legyen a Hulkster, vagy kisebb. Most a Hulkster az nem ott az udvarunkon az a gyúrós faszi? Hadd kérdezzem meg, az vagy nem az? De az, de mi köze annak a játékhoz? De most komolyan kérdezem. Aha. Tehát ő lesz a testőrünk, és hogy közel lesz a sztorihoz? Hát én nem tudom. Lehet. Lehetséges. Jó, visszamegyek a lakásra, mert ott sokkal gazdaságosabban tudok étkezni, arra már rájöttem. Hát persze, Manci, de figyelj, most hogy mondjam, én írhatnék nagyon költői dolgokat, de ez egy AI, ami gyakorlatilag reagál arra, amit írunk. Tehát érdemes egyszerűen fogalmazni, hogy nehogy vagy zavar keletkezzen itt az erőben. Hát persze, hogy fájdalmas volt, hát nem, kétség. Tehát kétség se fér hozzá. De azért mennyire komoly már, érted, hogy egy ilyen játékba, érted, alkalmazzák már. Iszonyat kevés. Hát nagy a recoil, igen. Jogos. Várjatok csak, hogy állunk? Hol lakunk? Ott lakunk. Arra felé. Jó. Jó, most azért nézzük majd meg holnap reggel a Spotify listát, hogy hányadikak vagyunk. Meg kell nézni a gitárt is, hogy beállította-e már, mert azért, hogyha az jobb gitárral gurítunk, azért nyilván nagyobbat fog menni az együttes, gondolom én.
A dapping, mert nem tudom, valami... Nem tudom, hány euró volt már. Fogalmam nincsen. Szerintem valami 10 euró környékén volt, vagy nem tudom pontosan, hát Steam-en meg tudod nézni. Úgy néz ki a dolog, hogy zabálunk egyet. Oké. Nagyszerű. Jó. És akkor jöhet az alvás. Ez az. Jó, nézzük akkor meg először is a telefonunkat, hogy... $200 kerestünk. De mivel? Nem tudom, ne kérdezzétek. Ó, da néz! A gyanús pörköltek már egész jól megy. A bűnös étkeket is hallgatják rendesen, és az egyél, amíg lehet, az még egyelőre csúcs tartó, de szerintem, ha ilyen gyorsan fog előre törni a gyanús pörköltek című számunk, akkor az le fogja taszítani a trónjáról az egyél, amíg lehetett. Ez biztos. Ez szinte majdnem, hogy biztos. Na nézzük. Jó. Nézzük, vállaljunk el egy gitár reparálást. Aha, jó, ez van akkor beállítva. Nagyon jó. De most várj, ezt ide kell rakni, vagy ezzel mit kell csinálni, hogy ez legyen, vagy az legyen, vagy... Mit tudom én? Érdemes volt megvenni ezt a gitárt azért attól függetlenül. Jó, és akkor menjünk most a gitárshopba, mert ott van nekünk dolgunk. Tudjátok, mi a durva ebben a játékban? Hogy általában ezek a kreténségek, ezek el szoktak fáradni egy olyan 1-2 órán belül, érted? És ez még mindig nem. Zseni. Ez zseni. Most nem azért mondom, lehet, hogy fogunk ezzel játszani még. SMS-t írt a dobos? Mert mi baja van? Jaj. Mi? Meg így játszani akar? Mi körbe vettek? Mi? Micsoda? Mi? Bántalmazzák a dobost. Hol van a dobos? Ez lesz az. Jó. Én megyek és a segítségére sietek a dobosnak. Itt biztos, hogy valami bunyó van. Tuti. Hát... Menjünk oda. Szétkapjuk őket. Szétkapjuk őket. Oda megyünk. Agyon lesz verve az összes. Nem tudom, hogy ki volt az. Ott volt Mr. Shutdown. Nézd már, ott megy Mr. Shutdown. Nézd meg. Ott megy. Milyen szépen megy. Hogy riszálja a farát, oda néz. Nem ütlek el. Nem. Nincs agresszió. És ki van még ott? V-Mortál V? Igen, ő volt az. Nem ütlek el! Nem, én nem alkalmazok agressziót veled szemben. Én nem akarod. Nem, mert hát, ha megbírságolnak, hát ez nem lehet. Nem kell a táppénz. Nyugodj meg! Akkor legalább bizony, mit essél el a munkahelyen, érted? A lépcsőn az munkahelyi baleset. Nem foglak érizni elütni. Legyen inkább az. Na, hol van a verekedés? Körbevettek? Hol van? Megmentem, utána koncert van. Kik vették körbe? Hol van? Hol van a verekedő? Melyik az? Hol verekedett? Melyik? Hol történik az eset? Hol van a verés? Várjatok, valahol erre kell, hogy legyen. Biztos, hogy itt lesz. Ezt csináltátok a barátommal? Ti mocskosok. Most egy nőt kellett elverni, de most komoly. Meglettek verve.
Hát nem sok híja volt, hogy beledögöljünk, de attól függetlenül segítettünk a dobosnak. Ez az, de nézd oda, annyira népszerűek vagyunk, hogy már vannak ellenségeink is. Csodálatos. Jó van, megyünk a gitárboltba dolgozni gyorsan. Tudunk új dalt írni? Oké. Okay. Lenyomjuk a koncertet, ezután megírjuk a következő dalt. Mit csinálsz? Vezetni meg majd, izé? Én tanulok meg, mi? Nekem is meg kéne. Na szóval itt kellene nekünk elvileg előadni a valami gitár renoválást, reparálást. Aha. Ez jó. Igen. Nagyon jó. Oké. Most mi van? Hogy mi legyen? Most... Mi a probléma? Elszakadtak a húrok? Hát de... Ja, hogy... Aha! De most a jó. Akkor elvileg rendben vagyunk. Nagyon jó. Hát de mi, hogy át is kell festeni? De most én miért fessem át? Nem akarom átfesteni. Hát jó, legyen piros, hát mit tudom én? Nem tudom. Így? Így jó most? De mi erre kell? Mi erre kell? Ja, hogy kell még rá sticker? Értem. Jó. Hát itt tudom én, hát mit rakjunk rá? Tessék, ez biztos jó lesz. Na. Jézus. Na várjál, ezt a kis stratót, ezt gyorsan izé megcsinálom. Úgyni. Ez az. Volt olyan egyszerű. Oké. Okay. És most mi most... Ja, hogy ez készen van? Vagy ez most ugyanaz vajon? Ezt most a fene se tudja. Én nem tudom. Jó, és akkor riperelni kell. Nem tudom, hogy ezért mennyit kapunk most, de megéri ezt nekünk csinálni? Vagy elég rockstárnak lenni? Na ez az. Jó, oké. Jó, hát végül is túléltük ezt a kevés munkát, úgyhogy nagy probléma nincsen. Valami notification jött, azt megnézzük. Azt mondja, hogy Messenger Bank. Nagyon jó, köszönjük szépen. Give me a number. Na csak. Gossip. Pletyka. Most már van pletyka. Jézusom. Ez nagyon jó. Ment a verekedés, és biztos amiatt, mi? Na. Oké.
You have to buy the studio first. Tehát magyarul meg kell venni. Jó, hát akkor majd oda bemegyünk. Nincs itt budi valahol? Hú, de már megint este van. Hát megint este fogunk koncertezni. A fene egye meg. Nem hiszem el. Megint este fogunk koncertezni. Minden este koncertezünk? Minden este koncertezünk. Gergő, köszönöm szépen a 8. hónapot. Üdvözlünk nagy szeretettel. Mindjárt te is részt vehetsz itt a mókában, mert elvileg kezdődik a koncert, úgyhogy megy a... A bárban a koncert. Hoppá, hoppá, hoppá. És az itt is van, nem is olyan messze. Srácok, most már egy bárba fogunk koncertezni. Zseniális. Egyszerűen zseniális. Hol van a bár? Itt van, ez az. Na hát most! Most iszonyatosan el fogjuk csavarni a csajnak a fejét, akit már itt hódítgatunk egy jó ideje. Hát konkrétan fellépünk, küldünk neki egy szép szerelmes számot. Például ott van a Gyanús Pörköltek című szám. Az egy kimondottan szép szerelmes szám. Hello, jöttem. Fellépés lesz. Csak még elmegyek húgyozni, várjál. Oké. Várjál, csukjuk be. Várjál, kezet mosunk, úgy. Nagyszerű. Ajtó. Józsi. Na jó lesz így. Jó, valamit gyorsan eszek, mielőtt nekiindulnánk itt a mulatozásnak. Szuper. Na kapaszkodjatok, az első fellépésünk a bárban, ahol három számot is elő fogunk adni. No, továbbra is az a szituáció, akinek tetszik, az nyomja az egyest. Más opció nincsen. Tehát csak az egyes szabad. Azt tudom, Ufcsi, de már jó ideje oda járok, mert az tisztább. Szóval három dalunk van, az egyél, amíg lehet, a bűnös étkek és a gyanús pörköltek, amit az éhező apácák együttes most be fog mutatni. Legyen most elsőnek a bűnös étkek. Az egyes gombot tessék nyomni, azzal fejezitek ki tetszéseteket. Aki meg csírel, az meg az egekbe repíti a bandát. De ezt nem akarom annyira promózni. Nagyot megyünk itt a bárba. Egyes gombot tessék nyomni. Az egyes többször egymás után annál jobb. Bárki is voltál, nagyon szépen köszönöm. Én most nagyon koncentrálok. $100 a bandának abban a pillanatban. Bárki is volt, köszi. Ezt is nagyon szépen köszönöm. Iron Beagle és Mune Mori. Köszi, köszi. Remélem jó voltam, de majd mindjárt. Egy pillanat, csak ez most muszáj lesz. Hát egyszerű ez a szám, mint a facsipesz konkrétan. Tehát becsukott szemmel és bedugott füllel írok ilyen nótát, ezt komolyan mondom nektek, de nem ez a lényeg, a közönség imádja. És ez a fő. Jézus ereje, mit csináltok, ha megborítotok? Jól elrontottam, igen. De ez belefér. Szuper! Nagyszerű! Mr. Shutdown! Jézus Mária! De 300-as a játékban a cheer limit! Jézus! Úristen! $2100 kerestünk itt a zenéléssel. Mit csináltatok? Mr. Shutdown, köszönöm szépen a 610-es cheert.
Lilith Szalp, köszi szépen az 50-es csirt, és Munemori, köszi a 100-as csirt, és Iron Beagle, köszi szépen a 300-as csirt, és Voodoo, köszi szépen a 200-as csirt, és Genc, köszönöm szépen a 100-as csirt ismét. Hát nagyon köszi, srácok. Hát azért ennyire ne vigyétek túlzásba, haló. Köszi, köszi. Hát ne oda nézzetek. Hát imádja a közönség. Egyszer imádja a közönség a Bűnös Étkek című számot. Az Egyél, amíg lehet című szám fog következni. Kapaszkodjatok, egyes tessékbe írni, azzal repítitek a világhírnév felé az együttest, az éhező apácákat. Kapaszkodjunk. Nézd oda, hogy mulatoznak itt a legények meg a lányuk. Ó, jaj. Pörögjön az az egyes, pörögjön az egyes, mert különben aztán nem fogják szeretni a nótát. Tessék tetszést kinyilvánítani, ügyesen. Úgy, úgy. Nagyon jó nyomjátok, ez az. Micsoda kretén egy játék. De amúgy nagyon jó. Most azt nem tudom, hogy mit vegyünk ebből a rengeteg pénzből, amit... Isten. Köszönöm szépen, Genc! Hát, köszi, köszi! Jó. Közeledünk a szám vége felé. Ez már a súlykolós rész, ezt már ismerjük. Most jön ezután a nehéz, valószínűleg. A következő számnál. Nagyon ügyesek voltatok. Ki is írja a ját... Munemori, nem tudom, hogy elkéstél-e vagy sem, de köszönöm szépen nagyon. Köszi, köszi. Genc, ismét köszönöm, és Munemori, nagyon köszi ismét. Továbbra is perfekt a teljesítmény, a részetekről is, meg a részemről is, hát ennyit tudok erre mondani. Köszönöm szépen még egyszer. Nagyon tetszett a nézőknek a szám. 3200 dollárnál jár a karakter. Mit veszünk ebből? Új autót, motort, vagy mi legyen? És az utolsó és egyben legnehezebb szám fog következni, az pedig a gyanús pörköltek. Ezt még gyorsan legyobjuk, és utána meghódítjuk szívünk hölgyét, aki ott van a sarokban és várja, hogy végre ott legyen. Na mehet! Mehet az egyes. Szus. De mi a nem jó? Mi a probléma? Pedig jó nyomom, haló. Valami gond van. Valami probléma van. Nem tudom micsoda, de valamit nem csináltam jól, de hogy mit. Lehet, hogy sokáig tartom nyomva. Aha. Kevés ideig. Szemét a játék. Jó, sokkal tovább kell nyomva tartani, mint az gondot. Genc, nem igaz. Köszönöm szépen, és Iron Beagle, ugyancsak köszönöm. Hát, köszi.
Hát ez nagyon nem volt jó, ezt el kell játszani még. Most próbálok kiskutya szemmel nézni, hogy az egyes nyomjátok. Nehogy megfosszatok most már bevételtől, léci. Ne, léci. Presser G. Jaj, de jó, de milyen rendesek vagytok. Hát komolyan, köszönöm szépen. Hát ez egy nehéz szám volt, igen. Hát kimondottan nehéz szám volt. Utána megyünk udvarolni. Sőt, tudjátok mit? Még készítünk képet is. Nagyon kedves a cset, ez látszik. Egyértelmű. Köszönöm szépen nagyon. Most az lesz, hogy azonnali jelleggel készítünk egy képet a piktogramra, a legcsodálatosabb képeket nyilván. Ez az. Igen, és... Ez az. Yeah! Oké. Lehet, hogy több képet kellene amúgy iző. Lehet, hogy több képet kellene feltölteni. Ja, csak egyet tudunk egy nap, jó. Vannak skill pontjaink, méghozzá melyiket is? Várjál, melyik a romantikus? Ez lesz, ez kéne amúgy. Oké. Legyen ez. Legyen ez, és akkor a következőnél már vihetjük szobára. A nagyítós, ja, nagyítós kellett volna? Hát mindegy. Nem? Jó lesz ez. Jó lesz ez. Szerintem jó lesz ez. Oké. Most már tudunk vele beszélni? Most már tudunk vele beszélni. Nocsak. Hát milyen lenne egyszerre két nőt elvinni már a... Várjál, figyelj. Vele már nagyon jól állunk. Ja, várjál, nem is kell izé... Végig rád gondoltam közben. Majd mindjárt... Hát igen, így van. Nagyon elbűvölő vagyok. Hát egyértelmű. Jó, még kell meg. Hát ez mindjárt szerelmes lesz belénk amúgy. Disznóölésre? Á, nem biztos. Nem, hogy szépet kéne neki mondani. Ó, hát ez... Jó, igen. Hallod, rohadjak meg, én ezt beírom. Mit beírom? Bemásolom konkrétan. Bemásolom simán. Ó, hát... Hallod, és ez nagyot ment. Ez nagyot ment nála. Nagyon-nagyon szép. Jó, hát mit mondjuk még neki? Mert teljesen meghódítjuk amúgy. Teljes mértékben meghódítjuk. Ja Istenem, ne írogassunk már neki ilyeneket. Genc, azért túlzás ennyi. Egy hasonló jellegű. Így van. Csak hogy jónak értékelje. Na, de... Működik.
Gyerekek, hát ez működik ma már. Hát ez van. Jaj. Erre mit írjunk neki még? Azt mondja, hogy megkérdezném, hogy feljössz-e hozzám, de hát várnak a lányok. Nem, biztos, hogy nem ez ki. 4550 dollárunk van? Jézus Máriám! Jézus Máriám! Mi, de komolyan? Na hát, az, figyelj, nem tudom, mit vegyünk belőle. Valamit veszünk belőle, valami jó autót, vagy valami ilyesmit. Meg ruhát, gatyát, normális cipőt. Tényleg, az fontos. Jaj, mit írjunk neki? Te vagy a legkedvesebb rajongó. De rossz. Mit írjunk neki még? Valami szépet kellene, még van egy csomó lehetőségünk. Ez nagyon szép. Ez nagyon szép, Nevron. Ez nekem bejön, ezt írjuk be neki. Így van. Elraboltad a szíve, ezt beírjuk még. Elraboltad a szívem. Ez is gyorsan letudjuk, várjál. No? De vigyázni fog rá, azt mondja. Imádom, hogy Aival beszélgetünk a játékban. Zseniális. Oké. Hát tulajdonképpen egy utolsó találatot kell bevinnünk, srácok, és 100%-os a csaj. Valami szépet. Valami igazán szépet. Hát Iron Beagle, nem ilyesmire gondoltam, feltétlen. Sokkal szebb vagy, mint a nővéred. Na, jó. Sokkal kedvesebb vagy, mint anyukád. Nem, ilyeneket nem szabad. Na, ez, erre biztos. Ennyi, kész. Mr. Shutdown hozzászólásával bevittük az utolsó ütést, és kész, megvagyunk. Megvagyunk, határozottan megvagyunk. Ennél többet nem lehet. Tehát 100%-on van a csaj. 100%-on. Tulajdonképpen hazavihetnénk, de most még ezt nem szabad megtennünk, azért nem szabad megtennünk, mert nincsen még kifejlesztve az a skill, hogy hát az unga-bunga skill, ugyebár. Tehát akkor fogjuk hazavinni, amikor az unga-bunga skill már készen van. Vagy megvan és jól van. Az ott egy érdekes harisnya. Na, szóval nézzük akkor, mi a terv. Hazamegyünk most nagyon gyorsan, vagy megvesszük a rucit. Gift shop. El se köszöntünk a csajtól, nem baj, hadd epekedje. Hol van a... Ja, ott van a járgány. Nincs arra szükség. Lucky guy. Arra nincsen szükség. Megoldjuk. Azt mondja, hogy miket lehetne venni? Nézzük meg gyorsan. Várjál. Azt mondja, hogy mit akar már megint, amikor csajozok, Ricky? Jó. Oké. Elfáradt. Ez rendben van.
azt mondja, hogy kellene nekünk egy aréna stúdió. Kaszinó. World Tour. Ilyenek vannak. Jó. Menjünk szerintem a motorbicikli shopba. De hülyé hangzott ez. A motorbolt. A motor, hát nehogy már ezzel a golffal közlekedjünk. Tehát azért úgy gondolom, hogy Lajos többet érdemel. Tehát ezután, hogy egy amorózó, ezután, hogy a slágerlistek élére tör, ezután mindenképpen többet érdemel. Hát amúgy lehet, hogy kéne venni egy normális házat, érted? Mert hát azért oda abba a koszfészekbe nem vinném haza. Mondjuk ebbe igazad van. Ebbe határozottam. Jó. Legyen az, hogy akkor megnézzük, hogy mennyibe kerül egy motor. Ahó. Ahó. De mi van? Micsoda? Ja, hogy még nem lehet a motor... Ez még fejlesztés alatt van? Hát akkor honnan lesz nekem autóm? Aukciós ház, az nem jó. Car dealer. Akkor oda kell menni. Akkor oda kell menni. Jó, akkor ez lesz a terv. Akkor nem lehet motorbiciklit, akkor csak autókat lehet, de ott van mellette amúgy a mi van ott mellette? Mellettem van itt mi a fene? Hol van amúgy a ruhabolt? Ott van. Oké, de azért még beugrok a csizmáért. Na, nézzük, azt mondja. Tehát azért egy rockstar ne viseljen már ilyen hülyeségeket. Tehát kell nekünk egy normális pipő, úgy. Ez az. Ennyi. Nagyon jó. A bőrcseki az már megvan. Jó, kell egy normális nadrág. Úgy. És egy olyan napszemüveg, ami hát azért horzsol. Ennyi, kész. Megvagyunk. Nagyon jó. A gitár az már nagyon jó. Mit lehetne még? Ja, meg kéne nézni az autókat. Jogos. Nézzük meg az autókat. Azt mondja, hogy az van lent. Arra felé. Igen, ez be is van jelölve. Utána pedig... csak benne húgyozzunk meg. Éhen ne halljunk. Az fontos lenne. Hát úgy néz ki, hogy még sincsen zárva a shop. Ja, hogy kell csinálni mörcsöt, mert abból van a pénz. Hát inkább azt mondom neked, hogy inkább a jó slágerekből van a pénz a játékba. Hoppá. Az most, hogy majdnem sikerült. Na nézzük meg, hogy van-e itt valami értelmes autó. Lássuk, hogy mennyibe kell... Húha, mik vannak itt? Na nézzük. $3000 egy Blue Flash-t lehetne venni. Nem rossz. Az a Yellow Flame, az sokkal jobbnak tűnik. Lehet, hogy azért visszajövünk majd. Jó? Akkor azért visszajövünk majd 5000 amúgy azért megnézzük, hogy hogyan áll amúgy a Spotify, vagy hát a Melodify, bocsánat, a Melodify. Jó? Valószínűleg holnap.
Hát ma majdnem beszálltam ebbe, basszus. Igen, inkább spóroljunk. Inkább spóroljunk, én is azt mondom. Fogom magam, szépen hazamegyek, és akkor utána megnézzük a dolgokat. Azt mondja, hogy jó. Ok. Ez egyszer zseniális. Egyszerűen zseniális. Rocker és spóró. Hát mondjuk igen, jogos a kritika. Jogos a kritika. Na. Valahol erre felé lakunk. Ott van igazgató úr. Meg még egy néző. Hát igen, igen. Ja, nem ittam, basszus. Tök józanul nyomtam le az egész koncertet. Nem á. Mi tényleg? Nagyon helyes. Amúgy attól függetlenül. Én például, hogyha zenélek, sosem iszom. Tényleg. Nem vicc. Meg amúgy sem. Tehát, hogy így... Oké. Okay. És azt mondjátok, hogy lehet már új számot írni? Oké. Okay. Jó van. Nagyszer... Várj, kézmosás. Úgy. Jó. És akkor alszunk egyet. Na itt mi van amúgy? Jó reggel, 9-ig. És kíváncsi vagyok, hogy most vajon... Gyerekek, $300 csak a Spotify-ból. Hoppá, hoppá. Jó, írjunk egy következő számot. Jó, mi legyen a címe? Mi legyen a címe? Ez is valami kajás dolog legyen. De valami kajával kapcsolatosat, vagy a halált hozó fánkok, az nem rossz. Az nekem tetszik. Tatároszi, ez egy jó horzsoló hasmenés. Egész kreatív. Szerelmes szám. Lehet szerelmes szám is kajáról. Eddig a halált hozó fánkok. Halászni a szerpenténen, igen. A halált hozó, szerintem a halált hozó fánkok eddig az édes vétkek, szent farhát, szerelmes szalonna, az jó. De a halált hozó fánkok, a mentolos hurka átka. Istenem. Igen. Halálos, mogyorós. Ja, Istenem, a szerelmes szalonna, az jó, az egy következő szám lesz. Az egy szerelmes szám lesz, az a nagyot gurítunk. Hoppácska, ugye? Hibátlan? Na ez nagyot fog menni. Ezt kajálni fogják, ezt imádni fogják. Ez... Mi tudok még egy számot írni? Ne vicceljetek már. Bunyós babok.
A falánk nővérek se rossz amúgy. Tehát, hogyha az a nevünk, hogy éhező apácák, akkor a falánk nővérek se rossz. Fel. Ez jó. Ez jó. Írjunk egyet. Fel. Ez jó lehet. Jó, fel. Oké. Okay. Na jó, oké. Okay. Két számot is írtunk egyből. Na, éhes legyek, vagy ne legyek éhes? Szavazzátok meg. Aki azt szeretné, hogy éhes legyek, az írjon egy nullát, de inkább azt írjátok be, hogy nem, bocsánat, inkább a nullát írjátok be, hogy ne kelljen ennem. Jó? Tehát a nulla az egy nagyon jó választás, az egy kimondottan jó választás. Ha azt akarjátok, hogy éhezzek, akkor menjen az egyes. Hát az lehet, hogy majd az lesz a fősláger, azt nem tudom. Köszönöm szépen, hogy megetettetek. Ez az. Így kell. Figyeljetek, most azonnal kell egy koncertet adni. Na de hol? A bárban? Legyen a bárban megint. Nem, hát az mégiscsak egy... Na, hogy mondjam, azért az egy jobb hely. Legyen akkor a bár. Várjál csak, azt mondja, hogy meg akarok nézni, ez rendben van. Jaj, bocsánat. Már elnézést, ez véletlen volt így hirtelen. Azt mondja, hogy megyünk a bárba. Igen, szerintem a bár az jobban fizet, nem? Hát lehet, ezek szerint szőrös hasubágos lehet. Na várjál, itt mentek ám. Kik vannak itt? Nézzük már meg. De nem érek hozzád, ne csináld! Ott van Adomaba. Meg nem tudom ki, majd mindjárt megnézzük ezt is, hogy ki az ott? Mortál. Na, az melyik kötök lesz ott? Revi. Na, nem jössz be elém. Bocsánat a szörnyű előzésért, de... Sietek, mert koncertem van. A bárban. És tudjátok, azon gondolkozom, hogy milyen hülyeségeket érted tartogat a játék. Mert biztos, hogy van még. Ez tuti. Na, egy koncertet legyomunk most még a bárban. Ami elvileg itt kell, hogy legyen. Nagyon. Oda néz! Már meg vagyunk hirdetve, hogy itt lesz a koncert, az éhező apácák. Hát ott van, nézd, már jönnek a rajongók, nézd meg. Ott van. Az éhező apácák együttes. Hát azért ez már menő, nem? De. Oh.
Ez zseniális. És működik. Na. Ó, hát itt van szívem hölgye. Azt mondja, hogy hello. Hello. Vele már tudok. Basszus, vele is tudok. Most már mindegyik csajt el tudom vinni. Halló. Hello. Hello. Na, hát ő teljes mértékben be van állva, ahogy látom. Na, gyerünk, akkor adjunk az életnek. Kezdjünk egy új számmal, a Felfal, a Falafel című, hát örökbecsű forma kincse. Jézusom. Srácok, ha tetszik, akkor egyes, ha nem tetszik, akkor nulla. Ajaj. De kezd bonyolódni a történet. Egész jó kis lágert írtunk, olyan hát egyszerű, mint a facsi pelc. De nem annyira pusztulat. Köszi! Küldeném itt a dupla lábgépet, basszus. Hát, majdnem 100%-os volt. JK, köszönöm szépen a csírt, az egyből hozzá adódott a zenekar bevételéhez a játékban, úgyhogy köszönöm szépen nagyon, elhalmaztok tényleg. Ez volt a Felfal, a Falafel. Na most egy szép szerelmes szám fog következni, a Szerelmes Szalonna. Úgyhogy jöhet az új szám, ismét. Ez nagyon szerelmes ez a szalonna. Iszonyat szerelmes ez a szalonna. De legalább könnyű. Basszus. Majdnem. Hát nem feltétlenül ez az élménye az embernek, amikor egy szerelmes számról van szó. Attól függetlenül... Ó, itt már van dupla lábgép is. És elrontottam! Fene egye meg! Ajaj! Hát de miért? Ez jó volt! Ez a gentes rész. Kajak jó, de tényleg. Ez a legjobb slágerünk eddig. Hát, nem volt rossz. Határozottan nem volt rossz. Jó, hát ugye érkeznek. Érkeznek a slágerek, a gyarús pörköltek. Mert az egyes, ha nem tetszik, akkor nullás, de inkább az egyes, szánjatok már meg.
basszus! Eddig egész jó. A fene essen bele. Ó, ritmikai augmentáció. Nem akarok ilyen szavakkal dobálózni, ez se volt különösebben rossz, és az utolsó számunk, ez volt az utolsó számunk, így van. Aminek köszönhetően ágyba vihetjük a lányt. Ja nem, nem, bocsánat, 2 skill pont kell hozzá, ha megmegyek, nem igaz? 2 skill... Na jó, van egy jól megérdemelt sörikéd. Jó, nem karmolunk be rettenetesen, ne aggódjatok. Jó, oké, ő elfáradt, igen, ez látszik is rajta, nézd, úristen, de el van fáradva, jaj. Na, hát srácok, egy kérdést engedjetek meg, ezt a játékot, ezt folytassuk majd? Csak azért, mert hát nem tudom, én lehet, hogy ezt én folytatnám. De nektek ez mennyire tetszett, hogy iszonyatosan kretén, de baromira izé szórakoztató, meg én azt látom, hogy nem fáradt el, ahogy általában ezek a hülye játékok szoktak, mit tudom, egy-két óra alatt, hanem még van benne fejlődési lehetőség, és... És iszonyatosan jó. Ugye? Engem is így csalogat, hogy mi lehet benne, meg hogy hova lehet még... Írjam alá a gitáron! Hát ilyenek, érted? Hát Nem hiszem el! Jött egy rajongó, írjam alá a gitárját. Hát milyen jó már, mi? Tessék! Mondom, ezért érdemes ezt játszani, vagy tovább nézni, mert tulajdonképpen lesz itt stadionkoncert is, ami hát kimondottan érdekes. Úgyhogy szerintem a jövő héten valamelyik nap az éhező apácák ismét a húrok közé csap. Ez biztos. Jó? Úgyhogy megnézzük ezt.